Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai és a következő adásunkban is a sport és a koronavírus járvány kapcsolatáról beszélünk, hiszen én azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos. És nem csak azért, mert a sportok lelki egészségére is hatott, hanem nekünk szurkolóknak is korán sem volt mindegy, hogy mi történik, hiszen a sport a kultúra mellett az egyik legfontosabb kikapcsolódási lehetőségünk, és hát ez bizony megállt. Zsolt Róbert írta a könyvet, hogy labdarúgók sportolók, tehát először labdarúgással kezdjük, vendégem pedig András Krisztina, sportközgazdász. Tisztelettel köszöntelek. Hát igen, maradjunk itthon először, javasolnám, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy bár csak 12 csapatos a magyar első osztály, de azért a többi profi, tehát az MB2 és az MB3, illetve a serdülő ifjúsági labdarúgásra is alaposan rányomta a bélyegét ez a járvány, mert bár nem ott tartunk, mint a nyugati fejlettebb futballkultúrákban, ahol rengeteg néző kíséri figyelemmel, és rengeteg sportcsatorna váltja egymást, ami ugye pénzzel jár természetesen, de nálunk itthon azt hiszem ebből a kevesebb pénzből is alaposan kivett a koronavírus. Hogy lehet ezt túlélni? Melyek voltak azok a legfontosabb intézkedések, amelyek lehetővé tették a túlélést egyáltalán? Nagyon fontos a sport működésének a versenynaptár. Tehát minden egyes naptári év az előre megtervezett, és ráadásul nem is egy nemzetállami sportági szakszövetség kezében van, hiszen a sport valóban globális. Minden év extra lehet. Extra például attól függen, hogy van-e az adott évben Európa-bajnokság. Ha a labdarúgásról beszélünk, akkor nem egyszerűen a saját Európa vagy világbajnokság, hanem olimpiai sportákként van-e olimpia. Most egy olyan évről beszélünk, amikor egyébként lett volna nyári olimpiai játékok, most a 2020-as év, és lett volna egy olyan Európa-bajnokság, ahol ráadásul ugye egészen különlegesen, de helyszín lettünk volna, sőt, ugye még a előttünk állt volna az a mérkőzés Bulgáriába, hogy kikerül-e a magyar válogatott. Tehát egy ilyen helyzetben beszélünk valóban egy olyan extra dologról, ami Magyarországra a különböző korlátozásokkal egy március 11-i szerdai napon érkezett el hozzánk, amikor sok-sok minden történt. Ugye egyrészt elkezdték korlátozni, egyébként teljesen érthetően elkezdték korlátozni beltéri, illetve kültéri olyan rendezvényeknek a megrendezését, ahol egyszerre több ember lehet jelen. Ugyan te is mondtad, a kultúra mellett, a sport, tehát a kultúra részeként is egy közösségteremtő ereje van, illetve akkor érezzük igazán jól magunkat egy-egy ilyen mérkőzésen, ha most a hivatásos sportról beszélünk, hogyha többen vagyunk. Ez jelen esetben ugye egy 19 novemberében közép-kínai városból, Wuhanból, vagy annak tartományából elinduló, hát azóta elég gyorsan a WHO ugye világjárványá, pandémiává neveztetett ezt azért, mert nagyon gyors a terjedés, illetve egy egészen magas szám emberenként 2,2 ember további fertőzését mondták a hozzáértők úgy, hogy a vírus több napon keresztül nem mutat tünetet, de már fertőző. Ugye ez különlegesen veszélyessé teszi az olyan eseményeket, ahol nagyobb közösség úgy találkozik, hogy észre se vesszük, mert annyira a részünk volt az, hogy a játékosok kezet fognak, hogy autogramot adnak, hogy mi egymáshoz közel állunk, de ugye ez hirtelen egy veszélyes dologgá vált. Erre ugye látjuk, hogy különböző válaszok érkeztek, ugye a leghatározottabb válaszokat mindig egy nemzetállamnak és annak a kormánya teszi a rábízottak felelősségére, és akkor visszatérve a március 11-i szerdai napra, akkor ugye hirtelen olyan események, mi is például hallgatóink arra készültek egy hallgatói projektben, hogy itt a Gáz utcai sportcsarnokban megnézik azt az Alba Falkó mérkőzést, amihez egyébként egy hallgatói feladat kapcsolódott, és derült ki, hogy hát ebből a hallgatói projektből sajnos már nem lesz semmi, mert nem mehetnek be. Ugye az első válasz az átkörű rendezvények, amikor magát az eseményt megszervezed, de ugye az egyik lényegi tartozék, az pedig nem más, mint a
a helyszíni néző, de ettől még a médiafogyasztókról sem szeretnék elfeledkezni, ők nem lehettek már részese az eseménynek. A hazai labdarúgás még azon a hétvégén, ugye ez a 25. forduló, ugye az események meg, tehát megrendezésre kerültek zárt körű módon, és az MLS meg a, szintén a kormánynak a további döntéséhez, illetve itt egy kicsit már figyelnünk kell, illetve fontos figyelnünk az adott sportági szakszövetségnek, itt a regionálisnak és a nemzetközinek a szabályozására. De ugye megint visszatérve az első gondolatomra, ugye a bajnokságok folyamatában, hát ugye arra készül az ember, hogy naptár évben mindennek megvan a maga előre eltervezett ideje. Igen. Pláne egy olyan időszakban, amikor ugye a bajnokságok, a kupa plusz a válogatottnak selejtező mérkőzése még egy egyébként időpontban fixált nyári Európa bajnokságra. És ugye a sport az egy csodálatos dolog, de ott a sportolónak folyamatosan mérkőzés rutinba kell ahhoz lennie, hogy egyébként a teljesítménye megfeleljen. Tehát nagyon-nagyon sok szereplőnek kellett ugye ehhez alkalmazkodni, és a lehető legjobb választ adni úgy, hogy a középpontban nem más áll, mint a társadalomnak, meg az embereknek az egészségügyi védelme. És ne feledjük, bocsáss meg, ne feledjük, hogy a különböző kormányok teljesen más gondolatokkal közelítették meg a pandémiát, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy volt, ahol felfüggesztették a bajnokságot és befejezetnek nyilvánították, másutt vártak, kivárásra játszottak, lám-lám mi is így tettünk, és azt gondolom, hogy helyes volt a kormány döntés, másutt pedig játszottak tovább, és nem vettek róla tudomást. Viszont a nézők, az egyöntetű volt, hogy a nézők mindenütt hiányoztak, és ráadásul egy csomó olyan intézkedésre volt szükség a sportágon belül is, például a több csere lehetőség, stb., ami óvtal és lehetővé tette, hogy lehetőleg, ha úgy tetszik, megússzák rosszul ez erre a játékosok. Viszont a gazdasági hatásai, én azt gondolom, hogy bár nem született még felmérés, hiszen nyilván még nincs vége ennek a történetnek, de óriásiak. Arról nem beszélve, hogy ugye hazánkban a másodosztályú labdarúgó bajnokság küzdelmeit felfüggesztették, és ez számtalan csapatot negatívan érintett. Ugye az első elmaradó mérkőzés az egyébként a Blasz 1-ben volt, és a legelső klub, ha jól emlékszem, a budapesti honvédese volt, nem, a budapesti honvéd volt, amelyik már tett korlátozásokat, de azért ott nagyban ez befolyásolhat, egy olasz szakvezetés volt, és ne felejtsük el, hogy addigra Olaszországban, és valóban, ahogyan mondod, egyrészt a pandémia az sem az egyénre, sem a határokra nincsen tekintettel, és nagyon-nagyon különböző módon is zajlott, más is tudhattak még az egyes vezetők, a gyorsaságuk a reakcióra is más lehetett, ezért nagyon-nagyon különböző válaszokat adtak az egyes országok. Ráadásul mostanra, mert ugye mondhatjuk azt, hogy de hát a világjárvány a világ életében nem most van először, történelmileg ismerünk számos olyan korszakot. Hát igen, de ez a világ mostanra már a globális ellátási láncok és globális összekapcsolódásoknak a világa érdalatta, hogy az egyes piacokat, ha végig gondoljuk, információpiac egyértelműen globális, az, amit az internet, a közösségi média lehetővé tesz, most az információ ide másodpercek alatt a világ másik pontján van. Látjuk, hogy a munkaerőpiac is jócskán az, ugye iparágok vannak, mint egy turizmus, hogy egy órán belül, tehát egy egészen más országban, más földrészen vagyok, ugyanez lehet, hogy tömegközlekedéssel jóval korlátosabb vagyok, tehát egy egészen más világba érkezett az a világjárvány, és ez a sporthoz kapcsolódik, hiszen hogyha ezekre a rendezvényekre gondolunk, akkor egy-egy ilyen nemzetközi eseményre a különböző országokból érkeznek a sportolók, az őket kísérjük, meg ugye amikor ugye nagyobb tömeget engedünk és megmozgatunk, akkor a nézők is bizony a legkülönbözőbb országokból érkeznek. Tehát nem véletlen, hogy azért a legelső korlátozások azok, ahogyan láttuk el, hogy az oktatást haza, tehát hogy valósuljék meg online formába, a kultúra, a színházak bezárása, és ugye a sportot is egyértelműen érintette. Valóban, ahogyan mondod, biztos, hogy készülnek egyébként már most, és már most röpködnek számok arról, hogy ez hogyan hat majd a világ sportgazdaságának működésére, vagy Európai Unióba, vagy Magyarországon. Én azért nem szerettem ezeket a számokat, mert szerintem aki őszintén
szinte az azt mondja, hogy beláthatatlan még ennek a valós hatása, de én ahogy készültem, olvastam olyan elemzéseket is, például a szponzoráció területén kérdeztek meg komoly brendek mögött levő vállalatok vezetőit, és ők még akár egy ilyen laza növekedést is feltételeznek. Mi a lapszike mögött? Ugye nagyon sok és komoly esemény került át 2021-re, ugye egy olyan évre, amikor elvileg azért nem lett volna ennyire ütős év a sportvilágába, és ők ezen alapulva, vagy ha megnézzük, ugye a sport az úgy működik, hogy hosszú távú szerződések köttetnek. Közvetítési jogokat, azt ugye folyamatosan tendereztetnek, és most nem régen látott napvilágot a Bundesliga értékesítése, és valamelyes csökkent, de nem olyan mértékben csökkentek ezek a számok, és ezek megint a következő 4 évre, 7 évre azért komoly összegeket pumpálhatnak a sport gazdaságába, mert ugye amikor a leállásról beszéltünk, akkor azért tudni kell, hogy a döntést hozók persze a társadalom meg az embernek a biztonságát helyezték középpontba, de kötik egy csomó esetben szerződések, és van olyan szerződés, amit már teljesült, és a bevétel beérkezett, és van olyan, amire ugye törekedtek, hogyha lehetséges, akkor szintén, ha lehet, akkor még a bevétel beérkezik, tehát valamiféle teljesítés legyen a partner felé. Ezt jól láttuk a döntéshozókon, mondjuk az olimpia esetében, vagy akár az UEFA az EB döntésben, hiszen ezek mögött hatalmas közvetítési jogokról szóló szerződések vannak, és annyira kicentizett a sportvilágának a naptára, hogy az, hogy halasztod, igen, de akkor hova helyezed, akár időben, de földrajzilag is, mert arra is láttunk példát, hogy mondjuk olimpia és kvalifikációs, tehát hogyha olimpia van, akkor előtte kvalifikációs eseményeknek kell lenniük, azok nem maradhatnak el, de hogyha egy olyan területre terveztük Ázsiába, ahol meg éppen akkor nem lehet teljesen evidens, hogy biztonsági okokból nem lehet, akkor hova helyezed? Hát azért bizonyos léptékű eseményeket nem lehet csak úgy egyik napról másikra áthelyezni, úgyhogy a sportvilága, különösen ezek a nagy rendezvények, évekkel előtte szerződnek le a partnerek, és megvannak a hivatalos jegyértékesítők, amelyek nem egyszerűen jegyet adnak el, hanem szállodai, vagy ugye a légijáratokkal. Most hirtelen ugye látjuk jól, hogy akár törölnek járatot egyik napról másikra, pedig lehet, hogy egy ártatlan dolog, hogy most Bulgáriába akarsz utazni egy nyaralás címén. Igen. Ha visszatérünk a futballra, azért is kitekintünk, akkor azt látnunk kell, hogy nyilván a nyugat-európai nagybajnokságok, a Bundesliga, a Premier League és a többi, tehát az orosz szériá, az összes többi, tehát más léptékkel bír, mint a mi bajnokságunk, és ott is nagyon komoly televíziós szerződések mentek útba. A bevétel, mármint a nézői bevétel az szintén, hiszen ne feledjük, hogy azért Angliában elsősorban, de teltház van minden mérkőzésen, és ráadásul olyan televíziós szerződések köttettek az elmúlt esztendőkben, ami, hát én azt gondolom, hogy már játékosan mondom, eszement összegekkel dobálóznak. Most ez mind kukál egyrészt, másrészt pedig azt is figyelembe kell venni, hogy a játékosok árai óriási csökkentek, ami szintén. Emellett pedig nincs szurkoló. Most ők miként vészelik ezt át? Arról nem beszélve, hogy nincs megmérettetés. Ugye a kupák most újraindulnak a bajnokok ligája, viszont az Európa bajnokság hiány szenved, és nagyon tudjuk, hogy a bajnokok ligája Portugáliában az már nem ugyanaz, mint egy oda-visszavágós mérkőzéseken. Ezt tapasztaljuk. Tehát ez nagyon összetett, amit most... Nagyon, tényleg egy olyan izgalmas időszak ez, hogy különleges, hogy olyan dolgokat tudunk vizsgálni, amelyeket normál esetben hát ilyen nem fordult volna elő, egy ilyen hirtelen megállás. Ugye sok mindent mondtál egyszerűen, hogy valóban az 5 nagy bajnokság hirtelen függesztődött föl, sőt volt olyan 2 bajnokság, amelyik nem is halasztott, hanem elég hamar meghozta ezt a döntést, hogy azon a ponton eredményt hirdetnek, ez lesz az idei szezonnak a végeredménye, sőt akkor valamiféle technikai döntést kell hozni, hogy jó, de akkor kiindul a következő évi szezonba,
a nemzetközi kupákba. Kijut fel, kiesik ki. Na most ezek, tehát például a francia, meg a holland bajnokság, gondold el, hogy már mióta nincsenek mérkőzésben ezek a játékosok. Ugyanakkor van olyan nagy bajnokság, amelyik azóta látjuk, hogy újraindult, mert az újraindulás is izgalmas, hogy ki hogyan érzik, hogy kiszolgálni a médiafogyasztót, mert hogy közben ott vannak a biztos, hogy te magad is megbeszéltél olyanokkal, akiket ez a maradj otthon időszak azért is megviselt, mert hogy a televízióban nem nézheti az ő kedvenc csapatát, és a sportban is legfeljebb nagyon szép pillanatokat, de régmúltról idéznek. Tehát ez a komoly, hogy akik ilyen nagyon erősen kötődnek a sporthoz, azoknak komoly hiányt jelentett. Helyszínen nem lehetnek, és akkor érezték, hogy de a játékosoknak is, meg az egész feelingébe hogyan idézed ezt vissza. Erre is látjuk, hogy milyen különböző, de valamiféle megoldást kínálnak ezek a nagy klubok, bejátszák a hangot, számítógéppel szimulálják a nézőket, vagy lehet, hogy karton figurák vannak, és a végén oda megy a csapat, és megköszöni. Tehát, hogy egészen, ugye olyan azért mondtam, hogy olyan extrém szituációk, melyek azért a korábban megszokott normál menetben nem szükségesek, és nem merültek volna fel. Ugye a leállás megint a sportban, minden sportág újraindítása, a sportszakmai újraindítása különlegesen és különböző lehet. A vízilabdában szokták mondani, hogy ha egy rövid időre leáll, akkor szinte nulláról kell ismét indulni a sportolónak, de a labdarúgásnál is megvan az az X hét, amikor kvázi egy szezon közben újból felkészülsz, de egy nagyon rövid időre, és utána nem egyszer mérkőzéseket játszol, hanem nagyon rövid idő alatt extrém sok mérkőzést játszol. Igen, szerve, és ahogyan utaltál is rá, egyrészt bevezették az ifjúsági korosztálynál megszokott 3 helyett 5 csere, másrészt a fél időnként a közepénél ez a vízfogyasztás, mert nem akarták a sérüléseket. De ha már sérülés, a megállás akár lehet, hogy a sérült labdarúgó egészségessé vált, és megint egy nagy klubnál egészen más a keret, tehát valójában a verseny kiegyenlítettségében tök elméleti dolog, de ugyanaz lett volna a La Ligának a végeredménye, hogyha nincsen COVID-19, mint ami végül a végeredménye lett. És ugye ráadásul ezek a labdarúgók most, ugye tudjuk jól, hogy augusztusban valóban egy nagyon spécire bonyolításba, de Bajnokok Ligája döntőt fognak, illetve ugye Európai Liga, illetve hát hagyd mondjuk ki, hogy azért az egy nagyon nagy büszkeség és remény, hogy a Covid engedni fogja, hogy szeptemberben a Puskás Aréna ugye egy Európai Szuperliga mérkőzésnek ad teret, de mindent, nem tudom, hogy sikerült ám, hogy a sérülésből lehet, hogy valaki felépült, és más kerettel, és ugye egy dologról még nem is beszéltünk, az átigazolási piac, hogy ugye a labdarúgók már lehet, hogy megkötötték a szerződést, és ő augusztusban már nem abban a klubban fog játszani, hanem a másik, akár a rivális klubot erősíti a Bajnokok Ligája 4 mérkőzésen. Igen, lásd, kézilabdára ez különösen jellemző, hiszen a Szeged és a Veszprém klasszisai is csapatot cseréltek, elindultak Bundesligába és így tovább északra, úgyhogy ezt nem tudhatjuk. Viszont nem különben fontos, hogy valóban azokat a csapatokat nagy hátrány érte, akik nem tudtak élni ezekkel a lehetőségekkel, tehát hogy kipihente magát és közben is készült, hiszen a nagy bajnokságokban is látjuk, hogy a Liverpool megállt, nem lett meg a 100 pont, a Manchester City ott maradt, a Leicester lecsúszott a Bajnokok Ligájáról, de ugyanez az olasz bajnokságban, az Inter az maradt, de a Lazio összeomlott, a Napoli nem különben, és így tovább. Ez Dortmund Németországban megmaradt a második helyen, de nem tudta tartani a lépést a Bayernnel, tehát és így tovább. Viszont ez mennyi kiesés pénzben? Tehát egy kicsit, tudom, hogy ez csak sarc. Én volt egy pont, amikor ezzel nagyon erősen foglalkoztam, alig, hogy elindult a Covid, akkor kaptam egy felkérést, hogy írjak erről, hogy mit jelent ez a labdarúgásba, és akkor azt a módszert használtam, hogy odafordultam különböző kluboknak a vezetőihez, illetve odafordultam a hivatásos labdarúgók szervezetéhez, akik ugye a Magyar Hivatásos Labdarúgóknak egy érdekvédelmi szervezete, hogy nézzük meg, hogy mik azok a mechanizmusok, amik elindultak. És akkor azt lehetett látni, ez még nagyon az eleje volt, hogy Magyarországon is megtörtént az,
hogy ilyenkor próbálsz egészségesre zsugorodni. Tehát amit lehet bevételt, azt jó lenne megkapni. A bevételek egy része valóban nullára íródik. Ha nincsen mérkőzés, akkor nincsen mérkőzés napi bevételed, de nincsen a másik oldalon a mérkőzés rendezéssel kapcsolatos kiadásod sem. Ez egy dolog. Mi van a szponzori bevételekkel? Hát itt is attól függ, biztos, hogy leülsz tárgyalni a szponzorral, hogy módosít-e a meglevő szerződésen úgy, hogy te most egyébként rajtad kívülállókból nem tudod, esetleg teljesen nem tudod hozni, de ehhez kellett a döntés, hogy lejátsszák attól a bajnokságot, vagy ahogyan említettem, volt olyan például, azt mondták, hogy vége a bajnokságnak, akkor ugye nem lesz meg az a mérkőzés szám, nem tudja kiszolgálni a klub az egyéni szponzorait. De ugye van egy nagy kör, amelyik a központi bevételek, amelyek ugye az adott hazai sportági szakszövetségnél, jelen esetben az MLS-nél képződnek, és azt ők visszaosztják-e a klubok felé. Itt ugye az lett a kommunikált hír, hogy ami beérkezett bevétel, teljesítés vagy már előzetesen, azt a klubok meg fogják kapni. Ugye a magyar sportnak az utánpótlásához, ami ugye nem a hivatásos, az utánpótlásához azért kapcsolódik az állam általi, ugye a TAO rendszer általi bevétel, az egy bizonyos pontig még független, mert így ez sem igaz, mert itt is azért jöttek szabályozások, illetve lesz a közvetett hatás, hogy ugye a mögött az van, hogy egy társaság nyeresség, és akkor a nyerességének 70%-át felajánlhatja egy bizonyos rendszerbe. Na de nyereségesek lesznek-e ezek a vállalatok, hiszen a világjárvány, az a különböző iparágokat látjuk, hogy kifejezetten súlyosan érinti a turizmus, stb. De ugye iparágokat érint. Tehát igazán számszerűsíteni, mert hogy erre vonatkozott a kérdésed, szerintem egy nagyon bátor dolog, az összefüggéseket már akár lehet látni. Mint említettem, ez nagyon fontos, hogy nem csak a nemzetközi, hanem a hazai labdarúgó szövetségnek is létezik tartaléka, hiszen a TAO rendszer megengedi azt, hogy egy bizonyos összeget tartalékolja, amit az MLS meg is tett, és egy ilyen tartalék, ahogyan a magánembernél, meg a szervezeteknél egy ilyen átmeneti helyzetben segítség, ott ez segítség lehet. Azt is láttuk, hogy az adóval kapcsolatosan a kormányzat is azonnal meglépte, hogy hogyan tud adó tehermentesítéseket tenni. Azt is látjuk, hogy bizonyos iparági szereplők már kérik ennek a további meghosszabbítását. Ugye legutóbb a szállodákkal kapcsolatos iparág jelezte, hogy szeretné továbbra is, mert a munkaerő megtartásához, ugye ez neki nagy segítség, mert amikor egészségesen zsugorodsz, visszatérve az interjúhoz, azért a kluboknál már megjelent az. Van, amikor a klub, de van, amikor maga a játékos jelezte, hogy egy olyan időszak van, amikor ők értik és támogatják azt, hogyha a szerződésükben szereplők módosításra kerülnek. Ugye azt szerintem azt mindannyian megéltük, meg azt szoktam mondani, hogy ebben a különleges időszakban mindannyian vizsgáztunk és vizsgázunk. És ahogyan mondtuk, hogy a sportnak egy ilyen közösségteremtő ereje van, illetve van egy nagyon fontos ilyen ikonikus példát adó példamutató szerepe is, hiszen tudjuk, hogy számunkra ezek a sportolók véleményvezérek. És ugye ebben az időszakban azért a közösségi médiában ugye fontos volt azért a szurkolókkal való kapcsolattartás, amivel akár ők egyénileg, akár a klub, vagy egy-egy létesítmény. Mi ezt is a hallgatókkal, mert akkor még tartott a fél év, és az online oktatás rengeteg lehetőséget is rejt, hiszen a világ különböző pontjáról bekapcsolhatsz előadót, és elmondhatja, hogy náluk mi van. Így volt az egyik létesítmény üzemeltető sportügynökség is, akik elmondták például, hogy ők ezt az időszakot arra használják, hogy soha a füvet nem tudták akkor ápolni, és akkor megadni neki mindent, amikor neki járt volna, mert akkor mindig mérkőzés volt. Na most végre megtették, és most majd meg lehet nézni, hogy valóban a gyep szebb, és de adja Isten, hogy a gyep vizsgázzék, és mérkőzések legyenek rajta. Nos, de hát a dominó elvettől függetlenül működött, tehát a gazdaság és a sport kapcsolata. Viszont lehet-e jóslásokkal bocsátkozni, hogy függetlenül attól, hogy most lesz második hulláma, vagy sem, hogy mikor állhat helyre teljesen a rend? Mert erre nincs példa, ugye?
Hát nagyon nincs, sőt, ugye én gondolkodtam, hogy mégis mi ezt tudunk hozzánk közelállóan kapni, ami egyfajta példa, és ugye a 2008-as válságnál bizonyos reflexek hasonlóak, mert is voltak válságérzékeny iparágak, abból például azt látjuk, hogy a messzponzorációban ezt a hihetetlen emelkedő összeget nem befolyásolta. Na de azt is látjuk, hogy most egy messzponzori szerződés mögött azért a világban nagyon sok különböző összefüggés lehet. Most a Manchester City-re szeretnék egy pillanatra figyelmet fordítani, hiszen július idusán ez egy komoly hír volt, hogy az a Manchester City, amelyeket ugye ez év februárjában a Financial Fair Play megszegése véget egyrészt 30 millió eurós pénzbüntetése, de még inkább húsba vágon két olyan idényben nemzetközi szerepléstől tiltották el, de ugye a klub nem állt meg, hanem elment a sportdöntő bíróság elé, és ugye július 13-án kaptuk az első híreket, hogy ez a döntő bíróság úgy döntött, hogy ezt a két éves kizárást felfüggeszt, illetve ezt a 30 milliót is 10 millióra. Miért hoztam ezt most ide? Mert annak kapcsán, amikor ugye ez az egész elindult a Spiegelnek átadott e-mailekbe, hogy az egyik vád az az volt, hogy felülárazott szponzori szerződések vannak a klub körül, azaz a tulajdonos, egyfelől a klub tulajdonos, másfelől meg a szponzorvállalat is ott is tulajdonos, ezekkel a szerződésekkel segíti mégis azt, hogy a játékos igazolások továbbra is nagyon komoly összegeket fizessenek ki a játékosokért. Most csak azért hoztam ezt a példát, hogy lássuk, hogy egy-egy szponzori szerződés mögött azért nagyon különböző célok lehetnek, tehát lám pandémia ide vagy oda, anno 2008-as válság ide vagy oda, a labdarúgás megtartotta azt, hogy szinte nem volt törés. Igen, de hát a sportdöntőbíróság Mansour Sheikh-et kedvelt, ami Guardiolát kedveljük. Tehát... Igen. No, hát őt akkor körülbelül ez volt a mai műsor, és kedves nézőink, én azt kérem önöktől, hogy tartsanak továbbra is velünk, hiszen folytatjuk ezt a következő adásunkban. Köszönöm szépen, köszönöm Krisztina. Nagyon szépen köszönöm a kívást.